Apu, hogy szerette a sportot, hogy fiatal korában még akár horgázott is, vagy eljárt vadászni, és nem tudom, hogy kapott egy puskát, vagy mint a szatmári fiatalság, hogy a tanítóval, meg a pappa mentek és vadásztak. De amikor már én is megvoltam, és ugye állomáson laktunk Máté Szalkai Vasutas Társaságnak, és volt vadásztársaság, és engem is elvitt ilyen körvadászatra. Hát ezt kaptam én is nyulat, mint gyerekhajtó. 90-ben igen, beiratkoztam egy ilyen tanfolyamra, megszereztem a vadászvizsgát, megkaptam a fegyvervásárlásit, vadászjegyet láttam ki azon is minden évben. Hát akkor is keveset, de úgy adódott, de nagyon kevés, hogy akár lesre, akár apró vadvadászatra elmentem, és nekem az úgy elég volt, mert nem jutott többre idő. Amikor azt mondom, hogy most már mehetnék ebben, hogy kimenni, akkor azért csak kerítek alkalmat, és ugye nagyon-nagyon sok ismerőse van, mert a Tiborra is a 80-as évek óta ismerjük egymást, ugye, és ő is nagyon sokszor említette Detket is, hogy gyere le, jó lesz, hogy legyél közötte. Hát végül odáig jutott ez a dolog, hogy én idén kazasztáni világbajnokságon a nemzetközi szervezettől megkaptam a 8. dant. Most, amit kérdeztél, tehát ez nem máró hónapra megy, mert 78-ban vizsgáztam az első dalra, 5. danig kell tevőlegesen vizsgázni, onnantól kezdve rekomendáció. Tehát ugye van egy övvizsgabizottság, annak én is tagja vagyok, de nem magamra ajánlom, hanem akkor én csak hallgattam, 5-en vagyunk benne, hanem a többiek, vagy akkor furgókává. Igen, voltak hozzászólások, de végül 8. dan. És délután pedig a világszervezet elnöksége az egész világot magába foglalja, és ott megszavaz, egyetértettek vele, így aztán 9 év múlva megkapta, 7. után a 8. dan. Tudni kell eléjük kerülni, ismerni a járását, mire meg tudtam lőni ezt a szép bakot. Ami megint az egész délutáni hajtás eredmény, és nem akármilyen bak, hanem most, hogy megkaptam a minősítését, bírálatát, 310 grammos. Én csak csodálkoztam, mert van nekem is tényleg nagy, hát nagyon nagy nincsen, mert nem tudom, 400-valahány grammosról lőttem én, de nem engem ez érdekel, hogy hány grammos, hanem a szépsége. Az érdekessége. Ezt az ember olvassa, hogy valamilyen érdekes bakot akar lőni. Na most ez az érdekesség, az lehet csak egy oldalú, lehet egy törött, lehet egy születési rendellenes és sérült bak. Hogy ilyen még nincs más. Engem ez izgat a legjobban, hogy na, a gallatanárul mondtam, hogy igyekezz úgy csinálni, ahogy kell. Ha kajakozol, kajakozzá. Ha lovagolsz, lovagoljál. Ha karatézkál, ha vadászol, vadászol. Egy közösség. Pont egy vadásztársaság, annak is a nevelő hatása. Nem baj, az frissen levizsgázott, egy iskolaszakban ismeri a vadászatot, de a többiekre odafigyelek. Akár csak egy reggeli eligazítás, vagy egy befejezés a vadászatnak. Aztán még látni a társakat, hogy azok hogy vadásznak, hogy öltözködnek. Hogy kezelik a fegyvert? Hogy ismerik fel a vadat? Hogy lövik meg azt a vadat? Ezek mind arra szolgálnak, hogy tanuljak.